Ez itt a vancouveri stílus. Esik az eső, szakad az eső, csávókán, papucsba lejön, rövid nadrágba, azt megy, megy bevásárolni. Néznek, figyelj! Virágboltba megy? De, virágbolt, de aranyos! Sziasztok mindannyian, szép estét nektek otthon. Itt dél van, és éppen a Robson Streetet járjuk, ami picit olyan, mint otthon a Váci utca, tele-tele boltokkal, könyvesboltokkal, ilyen-olyan ruhaboltokkal, és mivel Grétáik lassan mennek haza, ezért elkezdődött egy picit így a vásárlás, a vásárlás az a része, hogy például Gréta mit vigyen haza a családnak, ilyen kis apró ajándékok, illetve szeretne venni egy pulcsit, egy itteni márkás pulcsit, és akkor igazából amiatt indultunk el. Most a lényeg, hogy ez a Robson Street iszonyat hangulatos, úgyhogy most ezen sétálunk végig, és egyébként a mai nap főpontja igazából Flyover Kanada lesz, ahova este próbálunk meg elmenni. A Flyover Kanadáról annyit, hogy olyan picit, mint egy 4D mozi, és beültetnek téged székekbe, és átrepülsz Kanada tájai fölött, egy mozi, tényleg egy mozi, csak elvileg nagyon megható, nagyon gyönyörű felvételekkel. Nővérem Lili azt mondta, hogy amikor ő volt és megnézte ezt a Flyover Kanadát, akkor be is sírt rajta, mert hogy annyira szép. Úgyhogy este oda fogunk ellátogatni, addig pedig ide-oda elmegyünk, ezt azt veszünk, Tóbiásnak is nézünk egy-két játékot, hogy tudjak hazavinni neki dolgokat, mert nem felejtettük el a Tóbiást se. Tóbiásom, ha ezt most nézed, nem felejtettünk el téged, jó? Úgyhogy elmegyünk valami kis pet store-ba is, megnézzük, hogy mi a felhozatal itt ilyen kis állatkereskedések terén, és most éppen a Roots boltot keressük, ami nekem a stílus egyébként nagyon bejön, tehát ilyen picit ilyen hegyvidéki, ilyen favágós stílus, de mégis ilyen tök ilyen visszafogottan favágós stílus, és nem tudom, nagyon illik Kanadához, ez egy kanadai márka, nem fizetett promóció. Sajnos ez egy nem fizetett promóció, de oda tartunk most. Tessék! Köszönöm! Az acskóban van valami, amit nektek vettem. Erről majd egy picit később beszélünk, mert úgy gondoltam, hogy szeretném megköszönni a Lindaszt a figyelmet majd itt a vlog végén, amit így adtatok itt a vlognak, a napi vlog sorozatnak. Úgyhogy a végén majd ki fogok sorsolni három kis aranyos kis plüst, és el fogom küldeni nektek a már otthonról majd, hogyha otthon leszek. Úgyhogy majd nézzétek meg az utcsó epizódot, hogyha érdekel és szeretnétek részt venni egy ilyen nyereményjátékban. Meg nézzetek meg minden epizódot, mert lehet, hogy úgy lehet majd, hogy jól válaszolnak valamilyen kérdésre. És akkor meg kell találniuk a vlogban a megoldást. A lényeg, hogy vásároltunk itt a Roots-ba, és tényleg elmondtam, hogy ez nem egy fizetett termék, megjelenítés, nem fizetett hirdetés, de annyira jó hangulata van a boltnak, hogy most is bementem, és megkérdezték, hogy mire vettem ennyi plüst, hogy valami vicces dologra készülök, és akkor mondtam, hogy igazából szeretném így elosztani, szétosztani, elajándékozni így a követőknek, és egyből megkérdezték, hogy mi a csatorna nevem, mondtam, hogy a magyarul van, úgyhogy nem fogják érteni, de mondták, hogy attól még lecsekolják, és tök kedvesek voltak az eladók, úgyhogy még egy pluszpont a Roots márkának. Egyébként ezt nem most ismertem meg, hogyha néztétek az előző kanadai 2017-es évadát, akkor ott is láttatok, hogy már ott is volt ilyen márka rajtam, úgyhogy ja, ennyit erről. Átmenjünk a Pet Store-ba, azt itt végigmegyünk itt a Robsonon, és utána balra, és kiukadunk majd az English Bay-hez, ahol voltunk már többször, és ott van egy nagy Pet Store, ami mellett már elsétáltunk sokszor, és mindig kinéztem magamnak, hogy na majd itt megveszek valamit, a Tóbiásnak veszek valamit. Tehát Tóbiásnak már egy játékot vettem egyébként az itt tartózkodásom alatt, de még valamit azért szeretnék, meg akár nézzünk neki egy nyakörvet, meg ilyesmit. Úgyhogy válaszolva a kérdésedre, azért sétálunk a Robsonon a rossz irányba, mert ez most nekünk a jó irány. Ashanté. Véletlenül pont itt Vancouver legrégebbi háza felé sétálunk.
nem erre akartunk jönni amúgy, de ha már itt vagyunk, akkor megmutatom Grétának. Róla lenne szó, ezt is már láthattátok a vlogomban, és el is kezdett esni az eső. Jaj, de jó! És itt a környéken egyébként nem is olyan szépek a házak, mert ezt már otthon is jogosan nevezzük panelnek, meg ezt is. Tehát ezek már nem felhőkarcok, ezek inkább panelek, de itt közöttem megbújik ez a csoda. Nézzétek, de jó! Be tudsz jönni saját magadnak egy kutyaboltba, megmosni a saját kutyádat. Ez tök jó. Tudom, hogy van ilyen otthon is. De még sose láttam otthon, hogy működnek ezek. Na, mit vegyünk Tóbiásnak? Mókuskát? Igen. Ne. Nagyon csúnya. Nagyon csúnya. Figyelj, Kanadánál, bánánál nincs kanadább. Talán a maci. És ez, nézd, újra hasznosított teljesen. PET palackokból. Azt a de jó. Micsoda? Ma még nem is voltam. Kijöttél a friss levegőre egy estére? Igen. Nekiindultunk itt a délutáni sétánknak, avagy már inkább esti sétának, és megyünk éppen a Canada Place fele, ahol, mint ahogy említettem, ma elmegyünk a Flyover Canada moziba, igazából Flyover Canadát megnézni, és tényleg ezt úgy kell elképzelni, mint egy 4D-s mozit, hogy minden mozog, minden levegővel fújkálnak téged, vízcseppeket eresztenek rád, meg ilyesmi. A lényeg, hogy átrepülsz Kanada különböző tájai fölött, illetve a mai naptól játszanak egy olyat, amiben az ember a Grand Canyont repüli át. Utah, Nevada állam, meg ezeket a területeket repülöd át, úgyhogy itt mindig van egy-két ilyen, most volt valami Halloween is, azért nem jöttünk előbb el ide, mert Halloween különkiadásos valami kis rajzfilm ment, és az nem érdekelt senkit. Úgyhogy most, hogy letelt így a Halloween, most már visszatértek a rendes műsorok. Viszont mivel egy moziról van szó, ugye nagy valószínűséggel nem tudok nektek felvenni belőle semmit, csak is az, hogy oda elmegyünk, és utána picit összegezzük, hogy milyen volt, de tartsatok velem! Szemben North Vancouver látható egyébként, iszonyat jól néz ki, ahogy a, hát az a hegy, azt már próbáljuk megmászni napok óta, de mindig felhőben van, tehát oda nem lehet soha menni, mert bármikor, amikor még akár itt napos idő is van, megnézem a webcamet, és a Grouse Mountain az off. Ott van a Canada Place-nek igazából a tere, és itt teljesen a bal oldalán a végéig el kell sétálni, és ott lesz a Flyover Canada, Port of Vancouver, látjátok. Igen. Az a durva, hogy ez az egész Flyover Canada úgy van megoldva, mintha tényleg egy ilyen repülőgép járatra jelentkeznél. Amikor rákeresel online, hogy mikorra vannak szabad jegyek, akkor ott van, hogy az indulás dátuma, tehát a departure dátuma és az érkezés dátuma, így kell beírni azokat, hogy mikor mennél el. Teljesen erre megy rá az egész, hogy egy picit úgy érez, mintha tényleg repülnél, és mintha tényleg egy repülőtérre mennél. Úgyhogy szerintem ez tök jó, ez így fokozza a hangulatot egy picit. És hát most már meg is érkeztünk itt, látjátok, hogy itt van, úgyhogy itt kell felsétálni, és szerintem lassan úgy is mondani fogják, hogy tegyem el a kamerámat. Hát menjünk föl, elvileg oltási, maszk kell, és a kamerát szerintem meg már itt az ajtóba elveszik. You have a very big camera. Yeah, I know. I will put we it somewhere. We can keep it okay. Here. Okay. We okay. We can take it from you. Okay. Do you have a cap on it? On the no. It's like yeah, this. Yeah, it's fine like that. Okay. Kicsit komplikált volt. Tényleg elvették a nagy kamerát, úgyhogy most telefonnal veszem ezt fel. A lényeg, hogy kaptunk kettő repjegyet. Az egyik a Vadnyugatba tart, a másik pedig a kanadai repjegyünk. Óra 45-kor kezdődik a Vadnyugatos show, úgyhogy azt fogjuk először megnézni, az ami biztos szép, de kevésbé érdekel innen Kanadából engem, de minden esetre jó, hogyha látjuk. Úgyhogy az lesz 45-kor, és utána egészkor pedig a kanadai repülésünk. Csajok, készen álltok a repülésre? Igen. Te csak a kanyonok fölött fogsz repülni ilyen. De te már voltál ott, mit akarsz? Jó, de az csak ez egy 5 perc volt. Las Vegasból mentem a Grand Canyonhoz. Igen.
és a legolcsóbb túrt foglaltam le, és az fullon kínaiakkal volt tele, de úgy, hogy nem is beszéltek angolul sehol a buszon. És oda is tényleg csak a kiírások is a buszon, minden kínaiul volt, úgyhogy jól választottam. Na, tök jó. A spórolás. Érdemes volt spórolni, igen. Egyébként, amit nem tudtunk, az az, hogy ez annyira új ez a vadnyugati repülős dolog, hogy ez ma indult el. Amit most itt a hátam mögött láttok, az az, hogy van egy ilyen kis fogadás, és gondolom fontosabb embereket meghívtak, és ilyen koktélokat iszogatnak a hátam mögött, és már ki is van nyomtatva a fényképük a vadnyugati repülésükről, úgyhogy ezt gondolom, hogy tényleg ennyire új, és jókor jöttünk, hiszen most újult meg ez a Flyover Canada, és lett ez a Flyover Wild West, vagy valami. Asztalat, hát ez nagyon durva volt. Oké, tehát 15 plusz 15 perc volt. Először 15 percet a vadnyugat fölött repültünk, utána 15 percet pedig Kanada fölött. Egy 180 fokos képernyőt képzeljétek el, és valahogy, hogyha szemléltetni akarnám, akkor ez a vászon, ez itt indul közel, majd hátra megy, és jön visszafelé. Tehát tényleg egy ilyen félkör. Mindez jobbra, balra, fel, le. És beült egy ilyen 9 üléses sorban, és egyszer csak a székek elindulnak előre, és az a korlát, ami előtted volt, az a korlát leereszkedik, és ahogy ülsz éppen ezekben a székekben, lóg a lábad, tehát nem ér le a lábad, és ott van előtted a 180 fokban minden irányba látható képernyő. És ekkor jön a csodálatos része, majdnem én is bekönnyeztem, tényleg pasi létemre majdnem én is bekönnyeztem, ekkor jön a csodálatos része, tényleg úgy érzed, mint hogy egy hullámvasúton ülnél, és a székek pontosan, sokkal jobb, mint egy bármilyen 4DX mozi, amiben jártál, bármilyen ScreenX mozi, ami otthon van az IMAX-nél. Ezek mind eltörpülnek emellett, a technológia mellett. Valahogy ezt úgy érzed 3D-snek, hogy nincs rajtad 3D-s szemüveg, és úgy érzed 4D-snek, hogy egyszerre érzel illatokat, egyszerre mozog a széked, de pontosan úgy, ahogy a kamera repül, a helikopter repül, és volt egy olyan jelenet a vadnyugatos résznél, amikor egy vadászgépben ültél, és az a vadászgép leírt egy teljes 360 fokos fordulást, és te úgy érezted, mintha fordultál volna vele a géppel együtt, noha te egy helyben ültél a székeden. Tehát úgy érezted, hogy egy picit megdöntött téged, és közben láttad, hogy a kép az már teljesen így megcsavarodik, agyadat teljesen átverte ez a technológia, és tényleg azon gondolkodom, hogy én most komolyan 360 fokot leírtam ezekkel a székekkel. Úgyhogy ezt tényleg többen ajánlottátok itt nekem, hogy erre menjünk el, és teljes szívből tudom ajánlani nektek is. Drága, mert drága, de megéri. Csajok, mit gondoltok róla? Jó volt, nagyon jó volt. De a kanadai jobban tetszett. Én úgy emlékeztem, hogy a kanadai jobb volt, de nem. Most a lányok azt mondták, nem. Hogy nem. Nekem is jobban tetszett. A kanadai az sokkal régebbi, mint a mostani, ami tényleg ma jelent meg először, úgyhogy mi voltunk az első tesztelői ennek a Wild West-nek, és kaptunk is ilyen kis csomagot. Tehát azért érződik ez a sok év, ami eltelt a kettő forgatása között. És egyébként, hogyha nem beszéltek angolul, ez ne legyen akadálya annak, hogy azért nem jöttök el. Ugyanis nem beszélnek az előadásban, tehát csak egy iszonyat jó filmzene megy szinte alatta, és arra kapod a jeleneteket, így bombáznak téged csodálatos tájakkal. Ez volt az eddigi szinte legkedvencebb programom. És ez most teljesen, ez se fizetett promóció, ezt most teljesen őszintén tudom ajánlani mindenkinek. Hát neked melyik tetszett jobban? Wild West. Te is érezted ezt a korkülönbséget. Korkülönbséget, és abban valahogy több mozgás. Több akció volt, ugye? Igen. És neked melyik tetszett a legjobban? Nekem te tetszett. Én tetszettem? Az, hogy együtt nem. Repültünk, nem? Nem, amúgy, csak hogy legyen ellentétes vélemény is. Nekem azért tetszett egy kicsit, ne dugd már ennyire az arcomba. Jó, na mondjad már! Nekem azért tetszett kicsit jobban a kanadás, mert ott azért Vancouver, azért mégiscsak Vancouver, és
Jó, és benne volt Vancouver. És ismered, és... Jó, igen, de a technológia már csak azért is, egyébként szerintem több embernek tetszik a vesztes, vagy nyugati, mert az amerikai kultúra által jobban ismerik minden táját. Igen. És tudod, hogy na most hol vagyunk éppen. Kanadánál meg nagyon sok hegyet látsz, patakot, ilyen-olyan folyót, ilyen-olyan gletszertavat. Kaptunk egy ilyet, ez a gyönyörű szép green screen-es fotó rólunk. És itt látjuk, hogy hol repültünk, úgyhogy... De ezt itt többen ismerik ezeket a tájakat, mint mondjuk a kanadai tájakat, úgyhogy ebből a szempontból is talán érdekesebb volt, de szerintem Kanada meg... Szerintem nem használták ki önmagába, lehetett volna többet adni... Újat kéne csinálni. Igen, szerintem lehetett volna többet adni Kanadából, mert biztos vagyok benne, hogy nem ennyi gyönyörű hely van, hanem érdekelt volna egy Alaszka közeli valami. Hagyj egy facsit! Te is! Te is! Kapd el a csacsit! Ha azt akartam mondani, hogy ügyesek voltunk, mert átrepültük egész Kanadát. Atyaég! Ne hülyéskedj! Atyaég, ez egy pendulum. De rossz, hogy tovább megy. Egy picit tovább csúszik, és ez az OCD-edet zavarja? Igen. Zavaró. Fú, nézd ezt a tájkánt! Milyen jó felnéje? Pont ilyen van a unboxing terapinak. Lehet, hogy ez ő. Amúgy eskü lehet, hogy ez jó. Ilyen van egy youtubernek, kicsi. És pont úgy néz ki a csávó, mint aki benne ül abba. Kréta, szerinted elérkezett az ideje, hogy elbúcsúzzunk? Miért? A nézőktől. Ja, a mai videóban? Hát igen. Azt hittem végleg. Nem. Köszönj el tőlük. Sziasztok! Mondd el a fontos dolgokat. Hú, várj, hogy kell kezdeni. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok. Hogyha még nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel, és menjünk át az Újpesten. Folytasd! És várlak vissza benneteket! Sziasztok! Most 15 másodperc, outro, zenével, 3, 2, 1. Yeah.